Sziasztok! Sziasztok! Bacsó Viktoriának hívnak, és a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziumban tanítok történelmet és angolt. Engem Csongrály Tanásnak hívnak, és szintén a Vásárhelyiben tanítok informatikát és történelmet. Ez a videó pedig arról fog szólni, hogy hogyan is zajlik Vikivel közöttünk az együttműködés. Ides Tova, most már 6 éve dolgozunk együtt. Általában a centrum pályázataira készítettünk közös munkákat. A dolog az működik úgy, hogy személyesen. Hát interneten keresztül, tehát igazából nem, az együttműködésünk nem azt jelenti, ahogy a közös projekteket megvalósítjuk, hogy leülünk egy asztal mellé, bár van ilyen is, de mivel legtöbbször a közös munka az valamikor éjszaka szokott zajlani, ezért nagyon gyakran interneten keresztül beszéljük meg a dolgokat, és hát írjuk le az ötleteinket. És hogy miért fontos ez az együttműködés szerinted, Viki? Együttműködés miért fontos? Hát egyfelől jó együtt dolgozni, mert jó ötletek születnek, egy rúgóra jár az agyunk, másfelől meg fontos az, hogy a gyerekek valami újat tapasztaljanak meg, hogy valami olyasmi keretek között dolgozzanak, ahol nem feltétlenül az a fontos, hogy a könyvet kinyissák, hanem hogy kooperáljanak, együttműködjenek, új módszereket alkalmazzunk. Szerintem ezek azok, amik úgy mozgathatnak bennünket. Igen, meg én még azt hozzátenném, hogy mivel ezt szeretnénk elérni a gyerekeknél, hogy együtt dolgozzanak, és tudjanak kompromisszumra jutni, úgy hiteles, hogyha ezt mi is megvalósítjuk egymás között, mert így nekünk is van tapasztalatunk, plusz a tervezés során tudunk számolni az együttműködés során fellépő buktatókkal adott esetben, és erre fel tudjuk hívni a diákjaink figyelmét, hogy mire ügyeljen. Egyfelől, másfelől meg, ugye, ha két különböző osztályban próbáljuk-e feladatokat, akkor utána tapasztalatokat meg tudjuk beszélni, hogy egyik osztálya működött, másik osztálya nem működött, ha igen, miért, ha nem, akkor miért, mik az, amiben változtatnunk kéne, mi az, amit esetleg máshogy csinálni, mi az, amit tök szuper volt és jól működött. Igen, meg hogyha előfordult nagy kérdés, hogy mindannyiunknak teljesen jól működtek ezek a feladatok, projektek, akkor együtt tudtunk agyalni rajta, hogy mik a továbbfejlesztési lehetőségek a projektre, sőt, még a gyerekeket is bevontuk, hogy ő szerintük mit kéne változtatni. Igen, a gyerekek véleménye is fontos, mert akkor működik jól ez a feladat, meg a mi együttműködésünk is, hogyha ők meg tudják valósítani azt, hogy a feladat sikeres legyen. Tehát, hogy ők is jól érezzék magunkat, mi is jól érezzük magunkat, és összességében összeálljon valami tudásanyag is, amit át tudunk nekik adni. És akkor itt rá is tértünk, hogy mik a buktatók. Ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy hát alkalmaznunk kell az élménypedagógiát, ne legyen ez a hagyományos frontális megközelítés, ami hát a mai gyerekeknek az inger küszöbét nem feltétlenül üti meg. Viszont azt is fontosnak tartjuk, hogy ez az élménypedagógia, vagyis ebben az élménypedagógiában ne az élmény legyen a hangsúlyos, hanem mellette legyen tudásanyag is, mert sajátos módon hát az érettségi nem az élmények jelennek meg. Igen, és ebben van köztünk némi nézeteltérés, hogy az érettségi mennyi követelmények mennyire fontosak, majd mennyire fontos az élmény, mert szerintem sokkal fontosabb, hogy az élményen keresztül tanulja meg az anyagot, mert akkor lehet, hogy visszaemlékszik nem az anyagra feltétlenül, hanem arra, hogy mi történt, és ezáltal az anyag is eszébe jut, míg te inkább az érettségi követelményeket tartod fontosnak. Igen, tehát hogy nálam nagyobb prioritás az, hogy az érettségi követelmények hangsúlyosabban megjelenjenek, már csak azért is, mert így akkor mi sem vagyunk számunk érhetők, és akkor elindul egyfajta tárgyalás közöttünk, és gyakoroljuk azt, hogy hogyan kell kompromisszumot kötni. Igen, nem mindig sikerül, igen, ez a kompromisszum kötés, de általában valamilyen konszenzusra jutunk a végén. Igen, hát amikor meg nem sikerül, akkor vagy a Viki álláspontja, vagy az enyém dominál, és akkor utána, amikor megvalósult a projekt, akkor leszűrjük a tapasztalatokat, és ennek megfelelően újra tervezzük, és egy évvel később újra kipróbáljuk. Aztán valamikor az egyik jön be, valamikor a másik. Nagyon érdekes, hogy volt olyan, hogy egyik évben az élmény szempontú megközelítés jött be, másik évben meg inkább a tananyagtartalom szempontú, ahol az élményt egy picit hátrébb szorítottuk. Ez is ugye nyilván a gyerekektől függ meg az osztálytól. És hát azt gondolom, hogy nagyon jó ezt csinálni egyfelől, mert számos alkalommal nyertünk. Igen. Már ezekkel a feladatokkal, meg nem csak centrumos pályázaton. Meg úgy vettem észre, hogy a gyerekek is nagyon élvezik ezeket az órákat. Tehát, hogy szeretnek együtt dolgozni, nyilván van, aki kilóg a sorból, és nem mindig sikerül neki, de alapvetően
nagyobb sikerrel jár a csoportos munka, mint ha frontálisan tanítanánk őket. Igen, hát még amit én a buktatók között sorolnék, vagy hát oda sorolnék, az az, hogy a részben a centrum pályázatok miatt is, meg részben magunk miatt is azért szoktunk a projektek végén a gyerekektől visszajelzést kérni, és hát azért volt már olyan visszajelzés egy osztályba, az egy ilyen speciális kísérleti osztály volt a részünktől, hogy hát ők ebből nem tanulnak semmit, és akkor ezt inkább hanyagoljuk. Ezt a belevéve akkor a következő projektnél inkább a tananyagtartalmú megközelítést preferáltuk. Ott szintén ez volt a probléma, hogy hát ezt ők nem tudják megtanulni, mert ez túl sok. Pedig csak a középszintű érettségi követelményeket tettük bele. De alapvetően ugye jó az, hogy a gyerekek visszajelzik, hogy mit gondolnak a feladatról, mert így akkor mi is tudunk alakítani az elképzeléseinket, mert mégiscsak ők az alanyai ennek az egész munkának. Hát meg abban reménykedünk, hogy így azért érzik, akár kimondjuk, akár nem, hogy egyrészt adunk a véleményükre, másrészt, hogy ők is alakíthatják ezt a tartalmat. Tehát nem csak elszenvedői az oktatási rendszernek, hanem alakítói is lehetnek, ha hajlandóak véleményt formálni. Hát meg egyébként is az, hogy véleményt tudjon nyilvánítani, meg gondolkodjon bizonyos dolgokon, azt szerintem alapkövetelménye a mostani világunknak. Tehát az ő érdekét is szolgálja az, hogy használja egyrészt azt az eszköztárt, ami a kezében van, másrészt azt, amit mi adunk az ő kezébe. Így van. És akkor hát továbbra is ezen az úton haladunk. Rendületlenül.